Megújulás a jövőért címmel szervezett egésznapos előadás sorozatot az Egészségbár Klub május közepén. A közönség a gazdálkodás, a táplálkozás és a gyógyítás természetes irányaival is megismerkedhetett. Ezek a közeljövőben követendő példák lehetnek gondolkodásunk megváltoztatásához, amelyet a rendezvényt megnyitó Bullás Mária költő-festőművész is kiemelt. Elindult egy folyamat, ami úgy gondolom visszafordíthatatlan, mert mindannyiunknak szüksége van a változásra, mert ami nem tud megújulni, az elpusztul. Tehát ahogy a természet minden tavasszal képes megújulni, az embereknek, a földünknek is szüksége van erre a változásra, a megújulásra. Az Egészségbár Klub keretein belül évek óta részt lehet venni hasonló beszélgetéseken. Egésznapos programként most először valósulhatott ez meg, ám a tervek szerint ezentúl évente kétszer lesz ilyen alkalom. A közéleti kávéház keretében tulajdonképpen már több éve Egészségbár Klub programokat szervezek, és oda ingyenesen eljöhet mindenki, és a testi-lelki egészséggel kapcsolatban kap segítséget. Ez az egésznapos rendezvény, ez az első. De ezzel hagyományt szeretnék teremteni, tehát folytatódik tovább. Szeptemberben lesz a következő. Ősszel és tavasszal célom, hogy az újfajta gondolkodást, ezért is megújulás a jövőért képviseljük, és mindenkihez eljusson, aki érdeklődik iránta. Soha nem előadást tartunk, hanem beszélgetünk. Azért fontos ez, mert több nézőpontot tudunk egyeztetni, és egy új minőséget hozunk ezáltal létre. Mindenki elmondja a saját tudása alapján, a saját nézőpontja alapján a gondolatait, az érzéseit, és így a hallgatóság kiválaszthatja, hogy ő neki éppen mi az, ami segített, akár az önismeretében, akár a világhoz való hozzáállásában, és hát abban, hogy harmonikus, egészséges életet tudjon élni. Manapság, amikor a hétköznapi problémák, betegségek egyre súlyosabb következményekkel terhelnek minket, az emberek sokkal nyitottabban közelednek alternatív, új utak felé. Az Egészségnap szervezője szerint többek között ezért is van jövője hasonló rendezvényeknek. Nekem az a tapasztalatom, hogy egyre több embert érdekel, miután ugye ez segít minket ebben a világban megszerezni mégis azt a belső harmóniát, ami most hiányzik. Tehát a külső káosz az arra vezérel mindenkit, hogy kezdje el magát belülről rendbe tenni, és befelé fordulva az igazi értékeket lássa meg, és hogyha ez megtörténik, akkor a világ is ki fog simulni, és nem lesz olyan kaotikus. Ez igazi gomba? Ez egy igazi gomba, igen. Ez is igazi? Teljesen igazi. Sokféle módja van annak, hogy az ember nagyobb összhangban tudjon élni környezetével és saját magával. Ehhez azonban alapvető szemléletváltásra van szükség gondolkodásban, mentalitásban és természetesen a táplálkozásban is. Az Egészségnapon, a beszélgetések szüneteiben a közönség ennek a mikéntjére is választ kaphatott az iskolán belül felállított számtalan stand mellett, ahol a jelentkezőkön többféle szűrővizsgálatot is elvégeztek. Megtalálható a ganoderma gomba, ami ugyanazt nem lehet kóstolni, de meg lehet tudni, hogy az a rákgyógyításban milyen komoly új utakat mutat. Akkor meg lehet kóstolni, hogy mi a különbség a vegyszeres termesztésű zöldség, gyümölcs és a vegyszermentes között. Tehát egész egyszerűen, hogy van különbség. Ugye az egyikben nem sok minden van, a másikban viszont benne vannak azok az anyagok, amelyek a szervezetünk számára tápértéket adnak és táplálékok. Akkor ezen kívül ki lehet próbálni különböző masszázsokat, kristályokkal lehet találkozni, kristálygyógyítást meg lehet ismerni, prosztatarák szűrésben lehet részt venni,
az érrendszer, ami Magyarországon egy nagyon, hogy is mondjam, csak komoly probléma, tehát az érrendszeri betegségekkel kapcsolatos szűrővizsgálaton is részt lehet venni, ami már akkor kimutatja, hogy probléma van, amikor még semmilyen tünete nincsen az illetőnek. Hamarosan részt lehet venni hajdiagnosztikával, olyan különleges hajvizsgálatban, ahol a hajszálból meg lehet állapítani, hogy a szervezet jelen pillanatban milyen állapotban van, van-e valami betegség az illetőnél, és hogyan lehet ezzel, tehát abba az irányba menni, hogy az egészsége helyreálljon. És hát az igazság, hogy erről tudnék még egy fél órát beszélni, hogy mennyi minden található itt kint, de az egész rendezvénynek a sikerét mutatja, hogy nagyon sokan vannak itt. Tehát úgy látszik, hogyha az ember már a pozitív gondolatokat tűzi céljául ki egy rendezvénynél, és a szeretetet, akkor sokan eljönnek. Az egészségnap első beszélgetése kiválóan vezette fel és foglalta össze a szervezők célját. Dr. Varga Csaba, szociológus-filozófus, egy jelentős szemléletváltozásról beszélt, amely éppen a következő években bontakozhat ki teljesen, és nagy változásokat hozhat számunkra. Ugye 2012-ről megint nagyon sok mindent mondanak, nagyon sokfajta hír hallatszik, rengeteg minden olvasható. 2012 nem a pusztulás éve, bár minden emberben van minek kipucolódnia, van minek kitisztulnia, de ezzel együtt ez a szeretet kor kezdete. Mások ezt aranykornak hívják, így is nevezhetjük, de jobb a szeretet kor, sokkal tisztább, világosabb megfogalmazás. 2012 tehát egy belépő, ha tetszik, kapu átjáró, amelyen mindenki átmehet, ha személyesen amellett dönt, hogy elég volt a félelemből, a szorongásból, a megfelelésből, a reménytelenségből, a szeretetlenségből, és másképpen akar élni. A folyamatos fejlődésünk sokszor veszélyes utakra terel minket, ám pontosan emiatt alakulhatott ki sokakban az a felismerés is, hogy változásra, megújulásra van szükség. 10 évvel vagy 20 évvel ezelőtt ilyen kérdésekről alig lehetett beszélni. Nem is igazán volt róla bármilyen szinten is dialógus a világban. Ma pedig a legegyszerűbb ember is megéli azt a tudatosulást, hogy amit élek, ez folytathatatlan. Nem csak a világ fenntarthatatlan, mindenki éli saját maga, hogy az életem nem folytatható így. Ez egy nagyon fontos élmény, mert mindenkit arra inspirál, hogy akkor, ha ez így van, ha rájöttem, hogy ez így van, akkor miért kéne ezt folytatnom? Dönthet, változtathat, mást kezdhet, elengedheti magát. Odaadja magát az égi vezetésnek, éli a saját hitét. Tehát ez egy olyan fajta lehetőség, ami azt mondja, hogy eljött az az aranykor, ami az életemet a sárból, a koszból, a piszokból, a trágyából vagy bármiből kiemeli. És ez mindenkinek saját magának személyes feladata, és erre mindenki képes, erre mindenkit biztatni kell. Ez az új szabadság.